A Wienerwald szanatórium eredetileg egy tüdőgyógyintézetnek emelt intézmény, ami Bécstől csupán néhány órányi autózásra található csodás erdei környezetben. Az épület története a 20. század elejére, pontosan 1903-ban nyúlik vissza, amikor is Hugo Kraus és Arthur Beer tüdőspecifikus szakemberek által végzett fejlett kezelési módszereik révén nagy nyilvánosságra szertéve kórházat alapítottak. Az évek során népszerűvé vált szanatóriumba nem csak a környező országokból, hanem például Dél-Amerikából is jöttek a gyógyulni vágyók. A nem mindennapi természeti adottságokkal rendelkező, csodaszép környezetben, erdővel körülhatárolt helyen felépített gyógyintézmény sorsa azonban már a II. Világháborút megelőző években megpecsételődött. ...1938-ban a kórházat az SS megszállta és elfoglalta, az alapítót, Kraus Hugót pedig feltehetőleg megölték, de az sem kizárt, hogy később önmagával végzett. A másik alapítót, Arthur Beert letartóztatták és erőszakkal lemondatták az összes vagyonáról. Ő végül 1941-ben halt meg. 1992-ben tiszteletükre emléktáblát avattak az épület előtt, ami a mai napig is látható. Az intézmény megszállásának fő oka az volt, hogy a magasrangú náci tisztek törvénytelen gyermekeit itt bújtassák el a világ elől, és persze, hogy még több árja utódot tudjanak a világra segíteni ezen az Isten háta mögötti helyen. A Lebensborn, avagy az életforrás nevet viselő náci fajnemesítő program keretében az akkori hatalom minél több német gyermek megszületését akarta elősegíteni, ezáltal még nagyobbra növelve a tiszta vérű népességét. A terv a harmadik birodalom árja jövőjét és a csökkenő németországi születési ráta megállítását tűzte ki célul. Ugyanakkor az elhurcolt, legyilkolt és a fronton elhullott emberek százezreinek pótlása is fontos célja volt az akkori német vezetésnek. A harmadik birodalom fajnemesítő programjában született übermensch gyerekek kitaszítottan és sokszor általános megvetés közepette élték le életüket. Ezen gyermekek egy része még ma is életben van. A II. Világháború után a szanatóriumban több ezer árván maradt és alultáplált gyermek kapott menedéket és ellátást egészen 1948-ig, amikor az épület az Osztrák Szakszervezeti Szövetség tulajdonába került. Az ingatlant 1951-től kezdve teljesen átépítették, modernizálták, gyógyszállóvá alakították és hotelként működött tovább. Az 1980-ban történt fejlesztésnek köszönhetően az épület északi részére egy hatalmas uszoda épült, amit folyosóval kötöttek össze a főépülettel. Ekkor tájt a hírekben megjelent, hogy az uszoda alapjainak ásása közben több gyermektől származó csontokat is találtak. A munkálatok során felszínre jött csontok feltehetőleg a háború idején az intézményben halva született csecsemők maradványai lehettek. A gyógyszálló végül 2002-ben csődbe ment és bezárt, majd néhány évvel később, ahogy az lenni szokott, az őrzés nélkül álló épületet megtalálták a vandálok és a fosztogatók. Évekkel később urbex fotósok egy csoportja látogatott az épületbe, ahol egészen rémisztő látvány fogadta őket. Szanaszéjjel rengeteg vér volt az egész épületben. A rendőrség végül megállapította, hogy a vér állati eredetű és valószínűleg kutyáktól származik. Feltehetőleg néhány elvetemült állatokat áldozhatott fel szeánszuk közben. Ettől az esettől kezdve fokozott volt a rendőri jelenlét a környéken, ezért nekünk is óvatosan kellett megközelítenünk a sötét múltú szanatóriumot. Na szóval itt vagyunk a szanatórium előtt nagyjából 100 méterre. Ott látható a szanatórium, és most ismételten kettő kamerát fogunk használni. A másik kamera pedig Dávid barátunkon van. Négyen vagyunk, ők fotóznak, mi ketten videózunk. Láttunk már benne embert, vagyis hát te észrevetted. Uh-huh. Van benne kettő vagy három ember, de valószínűleg ők is érdeklődők, urbexesek. Innen fogjuk betámadni az épületet. Ugye eléggé magasan vagyunk, tehát itt már látszódnak a
a hómaradványok. Hát kíváncsi leszek, itt jön szembe egyik urbexes, gondolom ő is német vagy osztrák. Hello! Igazából nem érdekel. Biztos, hogy nyitva van, mert láttam, hogy láttuk, hogy onnan jönnek ki. Azt akkor jó fotókat, oké? Okay? Jó fotókat! Izgulsz már? Aha, elfáradtam, lehet leülni egy kicsit. Ja, ott egy szék, egy egykori szék talán. Ilyen diákszék, nem? Mint az iskolákban. Egész jó az a kis macsaköves feljáró. Hú, gyerekek. Nagyon-nagyon jól néz ki. Privát ground. Hát ezt most nem tartjuk tiszteletben, hogyha nem gond. Ferbótán. Valami meg van tiltva. Azt tudom. Jaj, vigyázzatok! Baszki. Csúszik. Na. Mennyi be főbejáraton? Vigyázzunk, Zsota. Visszacsúszunk. Aha. Ja, inkább itt bent. Inkább bent. Na. Ez a főjáró, gyerekek. Kíváncsi leszek. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Ugye a kommentárban elmondtam, hogy ugye a legutolsó állapotához megfelelően a funkciója ugye hotel volt, hotelként funkcionált, ezért nem igen fogunk benne találni ilyen orvosi kellékeket, mint ugye szanatórium, de remélem érdekes lesz. Dead inside. Hello. Hello. Ja, itt vannak a társak is. Na gyerekek, hát ez ilyen. Szép erkélyes, nem? Tetszik? Aha. GoPro-ban milyen néz fel? Nem tudom, megy egyáltalán. Hú, megy, aha. Jó, nagy látószög, ezért szeretem. Nézd meg, itt van egy emléktábla, ezt kap ki. Aha, ezek a főorvosok. Die Lungenfachärzte. Jelentése tüdőgyógyászok. A betűk már a kicsit megkoptak, de egy régebbi fotón tisztán ki lehet olvasni a szöveget. 1904-ben alapították. Tök jó, hogy ez még itt van, nem? Uh-huh. Jár itt körbe? Azt utána menjünk be? Mondjuk körbe, nem annyira tudjuk, de mivel ez egy olyan tüdőszanatórium volt, eléggé jó helyen van, az erdő mélyén. És ilyen tök jó ilyen, még ezek ilyen völgyeket alakítottak ki sétálásra. Szerintem a hotelnek sem volt utolsó. Kilátás? Elég jó helyen van. Hát kilátások annyira nem, mert szerintem eléggé körben nőtte. Nézd meg, egy ilyen kulcstartó Hosentroger, ilyen bajor. Na, Balázs, hogy tetszik, mondj egy véleményt. Érdekes, de mi ez a hang? Csöpög valami víz. Beállott az egész épület. Azt nézted? Emléktábla is megvan. Ezt lefelózom. Na, nyomjuk, akkor gyertek. Szerintem kezdhetünk a alaksorba, aztán akkor elővesszük a lámpákat. Nézd meg, ágy. Aha. Gondolom ezt látod. Most ágy. Fentről dobták ki, ja. Konkrétan az összes bejárati ajtót felfeszítették, vagy a rácsokat kivágták, bedobták az ablakokat. Sajnos. Elég szépen megrongálták. Ez volt maga a főbejárat, porta, Feuerwehr, plén, ugye ez a tűzoltó tömlő volt ott bent, amíg benn van. Dead inside. Don't open. Néhány Walking Dead rajongó majd értékelni fogja. Német kóla, hát az. Hát itt még tüzet is gyújtottak valamikor. Yeah. Ah, nézd meg, porta. Ott voltak benne kulcsok. Jó napot!
Melyik szobát adhatom? 23-asat kérném, ez egy ilyen elnökileg osztály? Igen, amint láthatja, full üres mindegyik szoba, úgyhogy választhat. Hát én a 3-asat kérném. A 3-asat? Melyik volt az? Ja. Azon lógtak, nem? Kulcsos. Ugye azon is voltak kulcsok. Ja, ezek kulcsos. Aha. Ugye itt vannak az emeletek. 1-es, 2-es, 3-as. Megvannak ilyen hangulata. Cetlik, blokkok, látod? Szekrény. Látod, hogy még a páncél. Oj! Ide jön szerencsém. Még ki sem mondtam. Látod, hogy még a páncél. Ajtó. Aha. Hogy? Ja, és megtalálták a kulcsot is hozzá. Hát, vagy szerintem... Ja, benn van a kulcs. Benn van. Bazzatél. Aha, el is feltették már, hogy ki lesen húzni. Aha, de mind a filmekbe. Itt egy zár, látod? Azért komoly, mi? Fönt is ki lett feszíti. Ja. Egy jó teafoglaló. Ez volt a legbelsőbb iroda rész, itt is vannak. Jó, ide már kellene fog a lámpa, azt tudni. Akkor megvár itt a többieket? Nem kell, majd jönnek. Ja. Na, akkor menjünk a sötét szobákba. Jössz? Mhm. Uh-huh. Ezt akkor nyomd a fényt. Maxra tegyem a fényt? Hát ne, ne annyira, mint spórolja vele. Ja, egy kicsit hangulatosabb. Ja. Oké. Na gyerekek, ez még nem az alaksor, viszont eléggé sötét része. Ott is a Dead Inside, Don't Open. Autós újságok, itt voltak. Aha. Ez ilyen prospektusok, meg az autós újságok volt, de legyen beszélve. Nézd meg, napozó ágy. Ott van. Ezt nézd meg, ez mi? Veldem. Ez ilyen... Fogalmas. Boros pince. Ebbe tartották a borokat. Nem tudom, hogy lehet, hogy ilyen karbantartó szoba. Vagy valamit akartak csinálni, csak nem fejezték be. Jaj! Nézzünk el még erre is. Ez kiégett. Ez konkrétan kiégett. Itt is látszik a falakon. Vigyázz, mert itt... De ez fönt égett. Hol? Ez föntről égett szerintem, mert alul nem látszik. De nem akarok hülyeséget mondani kamerába. Ugye, nagyon porzik. Látszik. Aha, és itt érünk ki. Ott van ugye a főbejárat, meg az emléktábla. Ja, maradjunk épületen belül. Aztán szerintem mehetünk fölfele. Vannak ilyen a WC, piszuhár. Jó. Ezt figyeld! Ujjjj! Ide! Középbe szórva minden. Látod? Tis. Anita, látod? Kis kávé, Café Klein, melange, ez büfébe van. 12-es asztal, látod? Kis kávé, melange, Anita volt a pénztáros. Anita pénztáros. Anita volt. Komoly. Itt voltunk? Na, innen jöttünk. Ja, innen jöttünk. Jó, ki lehet kapcsolni már innen. Nem kell már a fény. Lift. Aha. Ez volt a lift, hát ott. Brandmelder. Szerinted működik? Aha.
Aufzug. Az ugye a lift. 12 járán verboten, ugye 12 éven fölülök használhatják csak. Aztán meg a másik lift, látod? Aufzug, kettő lift volt. Innen jöttünk, ugye ez a bejárat. Red Army. És tök vannak mások is, látod, tehát. Már 2013-as cikkben olvastam, hogy akkor még kijöttek az őrök, bár reméljük most szerencsénk lesz. Többiek nem tudom, hol vannak. Megyünk, aztán majd találkozunk. Látunk fölfele. Fel? Itt is van ám csak azért. Hol? Igen, jó. Itt járat. Vagy? Igen. Radiátorra. Aha. Nem tudom, hogy merre visz az alaksorba. Ez volt az, amiről beszéltem. Aha. Boros pince illat? Ja. Ez a dohos. Ez volt ez a karbantartónak a szobája. Itt szokott szerelni. Minden ilyen hotelben van ilyen. Látjátok? Figyelj, milyen szépen néz meg! De cuki. Felrajzolt a szerszámokat. Ezeket már ellopták. Szinte mindet szerintem. Komoly. Füzetek. Aztán lát, hogy ezeken lépkedünk, nézd meg. Egy mérőszalag. Uh-huh. Komoly. Figyelj, ja. Frizőr, látod? Volt külön fodrászat, magazinsrenk, magazinos szekrény, ugye ahol voltunk szerintem, puccer, az a ilyen szerszámos felmosó rongyot. Recepció, medicin, Aufzug, lift, tök jó. Azt nézd meg a... Na, még azért megvannak a... Ezek a boilerek, mik lehetnek ezek? Azt hiszem azok. Bár inkább a hozzáértők jobban tudják. Tök jó. Hát ez a kazán. Kazán helyiség. És még oda le is lehet menni, látod? Áj! Á, azt hittem pénz. Ja, képzeld, azt meséltem, hogy amikor voltunk Horvátországban, amikor a hotelben voltam, találtam egy kunát, és letettem az asztalra, hogy lefotózzam, és ott hagytam. Igen. Ja, valaki örült neki. Aha, kazán, kazán. Ja. Bodarus. Gyerekig. Nincs ráírva, hogy mikor készült. Hát ez nem lát olyan régi. Kettő darab kazán. Működik faszán. Jó, mehetünk fölfele. Most már be videó használok ilyen állványt. Ja. Mert hát kézbe vinni a kamerát eléggé rezgetős, viszont sokkal kisebb. Kis helyen elfér. Kukák, nézd meg! Retro kukák, megvannak? Arra felnézzünk meg. Aha! Ez bedőlt. Öltöző szekrények, látod? Uh-huh. Aha. Szerintem itt öltöztek azok az emberek, akik itt, lám az alaksorban, vagy az éttermi részben dolgoztak. Huber. Budin Franz. Ez pedig szerintem Bitte Türschließ. Ja, ugye csukj ebbe az ajtót, kérem. Ez lesz a konyha talán? És van egy lépcső. Igen, majd. Igen, ezt láttam. Aha. A konyha. Ezt nézd meg. Világítsál. Aha. Hát a gépek azok már eltűntek. Bombás hangja volt? Nem. Minden esetre azért nem kell annyira zajongani.
Nézd, beállok ide a nyakhoz. Micsoda? Lejjebb, lejjebb. Ha, így, ide jó helyen vagy? Aha. Ez volt a konyha. Kézmosót látok itt. Nézd meg! Minden sajt. Vagy milyen, mi lehet ez? Büffe. Valami bika... Valamilyen kolbásszerű tusz lehet. Az egy hűtőszekrény. Vagy nem sütő. Aha. Nagyon komoly sütő, nem megmaradt. Siemens sütő, mint a kocsúr. Nézem, kihúzós. Jaj. Kézmosó szappan. Kézfertőtlen TV. Szóval. Hú, ez nem, nem volt kicsi. Nem? Ez meg az ilyen kamra, spejz, hús, húsnak, zöldségeknek, látod? Uh-huh. Aha. Jó, vastagajtaja van. Ja, bocsis. Jó, vastagajtaja van. Komoly. Nem hittem volna, hogy ennyi minden itt van. Ugye, amikor az ember nézi a videót YouTube-on, tök más, mint hogyha ott lenne helyszínen. Mondjuk erre a csempére emlékeztem. Igen, 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 ezt is láttam. Hogy az egyik videóban azt találgatták, hogy ez mi, hogy ebbe elvileg állatokat tartottak, de tudja, hogy nem. Ez fából van konkrét. És ez nem sima szekrény lehetett, csak ilyen kialakítás van. Ez pedig nagy óriás hűtő. Amivel húst tároltak, ugye ott van disznó hús, stb. Hűtő résznek konkrétan ugye a konyhán belül. Egy hátsó fiel. Aha. Hát ugye ide hozták be a termékeket. Ugye beálltak a minden, és itt pakolták ki minden ilyen étteremnek, hotelnek. Ó, erről van szó. Personál garderobe, személyi öltöző. Garderobe talán. Öltöző. Én is előtte nézzük már arra, mert szerintem ez a... Herren. Uram, a WC-nek az ajtaja. Kárpet, igen. Ez is valami iroda lehetett. Nézd meg, ott egy ilyen... kacsa. Aha, hát meg ilyen... dohányzó hely. Érdekes, hogy még a radiátor még megvan. Uh-huh. Nézzük le? Persze. Kell a fényed, mert ez van lassan menni. Ilyen personal garderobe, öltöző, zuhanyzó, felakasztották a ruháikat. Gondolom az ajtó, az a herren volt ez meg a dámen, így van. Férfi, női, és ugye a WC-k. Ennyi, hát ugye a dolgozóknak a mellékhelyiségei az ilyen. Akkor mehetünk fel, mit szólsz? Mehetünk. Go! Jó, emelek. Az uszodára vagyok kíváncsi nagyon. Hol jöttünk? Erre, ugye? Hát itt is nézd meg. Milyen jó zöldség, vagy... zöldséghústárló. Aha, itt is van egy ilyen kazánterem. Egész jó, mi? Várjál, maradj! Már nem működik már. Gyere ki!
A... szorul. Mi van bent? Na, szerintem menjünk vissza. Vagy nem, itt látod, hogy oldalt egy lépcsőt, arra emlékszel? Riasztó, látod? Uh-huh. Egy mozgásérzékelőnek a cucca. Várjál csak. Uf, itt a lift egy kannával. Mennyi jó kanna van itt, te? Telefon. Itt kellett visz. Akkor az volt maga az étterem? Igen. Evőeszköztárodó. Ide még nézzünk ki. Ide ott tudunk kimenni. Ugye? Nézzük csak meg. Töller, vagyis kehely, tányér, töller, az nem a evőeszköz, ugye nem, az löffel. Alma. Na, egy magyar szó. Ez volt maga az éttermi rész akkor. Nem volt nagy, fiaja. Ott is nyomják, látod? Vlogolt, vagy mit csinált? Lehet. Csak a többiek is bent vannak. Persze. Fotóznak, nem jön. Igen, látod? Vannak még éttányérok, akkor viszek egyet. Made in Csehszlovákia. Csehszlovákia. Gyerekek. 93 előtti. Kanál. Tányér. Világítás nyomjon. Innen jöttünk. Menjünk fel itt? Mit szólsz? Látjunk. Persze, nézzük meg. Ez a személyzeti feljáró lehet. Ja, igen, ezt láttuk itt bent. Tele van szólva újsággal. Nézzétek! Várjál! Komoly! Világít hátul? Pirosan? Nem látom. Ja, most igen. Most? Most igen, most nem. Zsírúj szegek, látod valamit? Ja, ezek az ilyen szegek, amikor ledeszkázták szerintem az épületet. Várjál! Ez volt az étterem szerintem, aha. Azért ez tágasabb. Aha. Vagy az ilyen bár... Ez is lehetett. Bár rész. Még mindig itt vannak. Fotózzák. Ahó! Arra nem láttak. De csak elfordult. Kis szégyenlős. Meg azt is mondtam szerintem a kommentárban, hogy rengeteg ilyen áldozások, meg ilyen sátánista összejövetel baromságok szoktak itt lenni. Azért vannak ezek a rajzok. Meg ilyen, van egy szoba, vagy itt pár helyiség, ami tele van kutyavérrel. Azt még jó lenne
megtalálni egy kutya meg macskának a vére. Ide is jól kimenni, meg fel a tetőre. Szívesen felmásznak a tetőre, te? Így van, mehetünk, a tető jöhet. Na. Csak ugye a kilátás nem lesz annyira jó a fák miatt, mert igaz, hogy a hegyekben van, viszont egy maga az épület, az egy völgyben van, és eléggé nagy erdő veszik körül. Na. Így néz ki az erké, és ugye szobánként le van választva. Hát fenn szerintem jobb lesz. Ja, és ja. Ahhoz képest, hogy dupla gatyával, dupla pulcsival készültünk, basszus, hallod, melegem. Nagyon jó idő van. Nagyon durva jó idő van. Hol menjünk? Menjünk vissza. Aztán menjünk a fő lépcsőn, hogyha van egyáltalán olyan. Nézd meg. Notausgang. Nem kijárat. Nem kijárat. Itt van ugye a főfolyosó, a lifttel együtt. Szög. Aha, szög. Bele is állt. Beleállt. Az a szerencsém. De kemény. Látjátok, gyerekek? Nagy mákot van. Hát igen, erre nagyon kell vigyázni. Eddig mindig szerencsém volt, most is. Sőt, amikor a ATV-vel forgatunk hajmásként, akkor full beleállt, és éreztem, hogy amikor húzom kifele, akkor vissza, egy kis pokkant egyet, de éppen addig ment, hogy a két zótém átszúrta. Meg éreztem a talpamba is. Erre te is figyelj majd oda. Persze. Meg itt is van, látod? Ott van viszont. Ilyen volt maga egy szoba, nézd meg. Itt a bejárat, egy WC, beépített szekrény. Szóval mosdó volt itt, ágy, vagy kettő ágy, és ennyi. WC az meg közös volt nyilván. Fürdő? Ja, bocs, ilyen, fürdő, na igen, mert WC ez van, igen. Fürdő az közös volt. Miért volt közös? Mert az a jó, ha minden közös. Keresünk egy. Na, így jobban meg tudom mutatni. WC, két ágy, meg a csap, amit szétvettek. Lámpát le is veszem, mert nem fog kelleni. Ja, és itt a fürdő, ha kerek. Ha, igen, azért mondom, mert külön volt, akkor női meg a férfi. Nyilván. Aha. 1, 2, 3, 4 darab. Aha. 4 darab fürdője. 4 darab. 4 férfi, 4 női. 5. 5. Itt is van egy. Ja, ott is. Aha. Ja. Bár mondjuk lehet, hogy az épület másik részén még van egy ilyen, sőt, szerintem biztos, mert ez eléggé nagy az épület. De ahhoz képest eléggé le van csupaszítva. Hát ott simán lehet menni. Bútor nem sok van. Itt is van egy ilyen kis kijárat. Jaj, közbe csuklak. Parkettával, ezek nagyobb szobák voltak, WC-re ki is van írva. Nézzük meg egy ilyen szintet teljesen, aztán majd a fölsőt. Ez mi volt? Takarítógép. Modus, mod, timer, intervencia. Hát az a baj, nem szerintem valami elektromos dobozja. De ez kint van, ez egy kősugárzott. Nem tudom, majd valaki megmondja a kommentbe. Valami pénztár, ez jó?
iroda. Reise Büro. 20 ezt jól szétcseszték. Konkrétan ez nagyon-nagyon szét van cseszve. Hangfalnak a maradványi lehet. Hát ide ilyen 4-5 éve előtt kellett volna jönnünk. Akkor lett volna. Trombóteszt. Self-test. Configuration. Ja, ezeknek a nyomtat vannak a szarjai. Jó van. Gyere. Ezt nézd meg. Na, ez az igazi szanatóriumos. Nézd meg. Minden itt. Mozgássérülteknek szerintem, tehát egy nagy hely, hogy be tudjanak. Ah, látod, ott a kapaszkodó is. Látod, erről beszéltem, ilyen vér, ilyen madártollakat nyúztak meg, meg ilyeneket, látod? Látod, hogy ez is az. Sok idióta barójája. Meg ott a falon is, látod? Akkoriban csomószor kijött a rendőrség, azt olvastam a fórumokon. Jó, menjünk föl. Följebb egyen. Eddig hogy tetszik? Nagyon jó, izgis. Várom a tetőt. Ja. Csak azt? Várj, az ott? Ez is egy sima szoba. Igen. Ez egy hova néz ki, valami híd? Központi tér. Ja, igen. A folyosóhoz, az uszodához. Ez a fedett uszoda, ugye, ami 80-ban épült. Igen, igen, igen. Aha. Így megismertem már. Erre kíváncsi leszek. Hol kell átmenni. Erre jöttünk. Aha, itt a nagy ajtó lesz. Ja. Milyen jó, hogy ez le van zárva, nem? Notához. Szerintem ez lett volna a fő lépcső. Nem is tudom. Vajon hol vannak a többiek? Gyerekek, ugyanilyen korátlan az opniba is. Szinte tök ugyanilyen, meg a lépcső is ilyen, hogy így hajlik. Azt figyeld, ha kivertek egy lépcsőfoknak a felét. Az igen. Komoly. De ez itt nagyon el van zárva, vagy nem? Várjál, gyere, nézd, hogy rányítsa. Ide nézzél. Tele van minden. Tudni. Ja, bocs. Aha. Ledobálták. Lift ez fel van? Megnézem, de én nem látom. Majd a videóban. Ja. El van zárva. Azt hittem, de nem. Hát ott nagyon le volt. Valamikor el volt, ja. Zombik, vigyázz! Jó, igazából erre nem is megyünk el, mert full ugyanaz, viszont... Hát de arra visz. Jó! Akkor elmenjük, várja. Ja, bocs, én azt hittem, hogy még egy emeletet kell menni föl. Jó, akkor végül is megnézzük az uszodát, jó? Nem... Ah, igen, igen. Ez az. Ez visz az uszodába. Jó. Nem baj, legalább akkor nem a végére lesz. Viszont itt még egyszer kinézünk. Ez már csak a következő rész. Aha. Ott van ugye a autóforduló, buszforduló konkrétan. Kis szimbólumok, amiket kerestek. Ja. Ezek az ilyen. A földön. Ja. 666. Unatkozó emberek. Nézzük meg! Hát itt a szélén nem nincs semmi. Hát figyelj, ugyanaz. Jó, meglesem aztán. Üres szobák. Hú, azért itt elviszem. Mi? Jó? Hát, ja, azért. Hát akkor nézzük meg, hát most ráérünk. Azért még itt elvisz arrafele. Jó. Este. Várjál, ott van valami.
Ravasz. Mahmal pauze. Kétszázkilences szoba. Aha. Olvadó, hó. Ugyanaz a szoba, és akkor itt is le lehet menni. Egy szinten, és ott is fel lehet menni. Mindenfele. Ja, itt van fölöttünk a lépcső. De jó. Tehát akkor van igazából az épület mindkét felén. Ugyanakkor, ami érdekes, hogy az épület északi szárnya, ami az ugye újonnan épült, tehát az épület az maga csak egy ilyen tömb volt, és errefele épült még egy szárnya. Nem tudom, hogy ott voltunk-e. Ott volt a konyha az alatt, ha jól emlékszem, de majd felülről majd jobban látjuk. Először menjünk el az uszodába, mit szólsz hozzá? Mehetünk. Na, egy ilyen lépcső megy fel. Tök jó. Hol lehet a medence? Fürdő. Hogy még ennek is? Ja igen, most az uszoda alatt vagyunk. Ó, itt van az uszoda. Nagyon komoly. Nézd meg, ilyen a kettős kereszt. Graffiti. Ja. Urban Exploring. Ja. Aha. Hol menjünk? Menjünk akkor itt? Egyet. Várj, még le is lehet menni. Gondolom az előző emeletben, nem? És akkor ott is fel tudsz jönni. A kinti részén is fel lehet jönni, ahogy látom. Még egyre fel lehet menni. Uszoda alá. Ez mi lehetett? Hát ebből nem fogjuk kiolvasni. Én tudom. Na? Mi? Na mi volt ez? Ja, hát tekepálya. Ja, tekepálya. Nagyon durva. Nagyon jó. Rádió. Azt figyeld, hogy megszívta magát. Ez is Siemens. Gyerekek, tekepálya. Aha. Ott jött vissza a gőr, látod? Aha. Teke, ez teke. Van golyó szerinted? Áh, az nagy mákat kéne lenni. Én mindig találtam golyót. Világítasz? Ja, kicsit, akkor megyek én is. Milyen jó kis kiöntő már? Látod? Tök jó. Menzás tél. Basszus. Aha, itt vannak azok a... Maga a szerkezet, ami visszaállította a bábukat. Hát hány helyen találtam már ilyet? Hát golyóz nincsen, azokat elvitték, kigolyozták. Bábuk sem nagyon amúgy. Láttad bábut? Nem. Érdekes, hogy a szerkezet még megvan. Ja. Nem láttad bábut, és ugye? Nem, sajnos nem. Fasza, jó van. Ezt is megnéztük. Na, ezt nem tudtam. Teke. Érdekes, hogy ezeket nem vitték el, pedig fémből vannak. Ez meg szauna lehetett, nem? Vagy mi a fene? Ja, nem. Ja, aha, itt van a... Az uszodának ugye a lelke. Azt nézd meg mekkora. Hú. Kompresszor. Pumpa 2. Szét van vágva. Jaj!
Meg ezt azt hittem. Mi azt hittem üveg? Ez mi anyag? Ez üveg? Mi anyag, ja. Ja, ez a műanyag üveg. Ja. Na. Nézzük le. Le. Aha. Ha már itt vagyunk, várjál, az az mi a lépés? Ja, ennek az épületnek a széle. Aha. Ez az a szárny, amiről beszéltem. Ez. Ez épült hozzá újonnan. Igen, igen, igen. Körbe lehet járni. Zsír. Hú, gyertek! Szerintem izgalmas. Engi. Hú, kell a lámpád. Hallod? Hon? Kell a lámpád. Ja, bocs. Kurva is. Körben ételkocsi, ez mit csinálhat itt szerintem? Játszottak vele, szerhozták le. Itt még ennyi minden itt van, azt hittem már csontig lerabolták. Ez nagyon komoly, még rengeteg minden itt van. Hideg, meleg, víz. Ez van, mi jó rozsdás. Tök komoly. Werner. Amit tudtok, azt leszettek. Jaj, az biztos. Itt is fel tudunk mászni. Ez mi egy kis csapóajtó vannak? De komoly. Benézel? Hát már hogy a kamerával? Ja. Ja. Milyen messze látsz el, vagy hol vagy? Ilyen szervíz alagút? Húha. Kicsit félelmetes. Na jó. Ja, van. Fogom. Ja. Ja, ez egy elég hosszú. Igen? Aha. Itt vagy ugye ez a szellőző vagy. Ja, vannam a szolárnak a szervíz, úgyhogy lehet, jaj. De jól elvisz arra fele, úgyhogy durva. De mászom, vagy érdemes? Á, nem. Több üres. Jó, csak azt mondom, hogy valami érdekes. Ja, tehát. Nem. Egy végig akkor egy hosszú folyosó. Úgyis a úszadába visz, ugye. Rengeteg cső, basszus. Köszönj nekik. Cső. Cső. Aha. Csősztük. Te figyelj, milyen kontrollpanel van itt, te. De érezni is most ezt a szagot. Dízelgenerátor. Te jó kontrollpanel. És ide valaki beállt és nyomkod. Ja, Csernobyl 2. Ez tök jó. Vannak olyan emberek, akik pontosan tudják, hogy melyik ilyen kormányizét kell mikor forgatni, ja. Nem? Már mindegyiket. Piros, gyorsan, piros, piros vagy kék, piros vagy kék? Gyorsan, piros, 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 de csak felett. Boilert, most egy boilert kapcsolt el. Ja igen, fel. Forlauf. Rücklauf. Modul boiler. Előre, átra, forlauf, valami, valami boiler, aha. És azon a kis széken ült végig. Jó van, ez. Vannak itt még gépek, gyerekek. Hát én ugye mindig a legrosszabbra számítok, hogy szétrabolták, de azért még vannak. Hát jó, azért amennyi lehetett szétrabolták, de azért olyan helyen van, hogy ilyen kazánokat kivinni, azért erősen kamionnak kell beállni. Nem? Ez már azért, hát ez biztos. Az már azért eléggé feltűnő lenne. Na, akkor úszod le. Vannak a többiek. Ahó! Jöttök? Láttunk? Szandi! Az lehet nem is jó volt. Hát dehogy nem látom Hubert. Ja. Gyertek itt az uszoda! Mire? Hát fotózzanak, ha akarnak. Jó. Na nézd, milyen jó kis retro ráncos ajtó. Működik szerintem? Na most jönnek. Itt az uszoda! Fotózol? Jó, gyere! Ja, fotóznak, jó? Majd. Ja, csak azért mondom, hogy... Na lehet, hogy ide jött ki ez a járat. Nem, hát... Ja, nem. Hol néztél be valahol? Fene tudja. Valahol itt néztél bele.
akkor itt jöttek. Na, nézzük meg, felkészültél? Fel. Nézzük. Ezt úgy meg tudnám nézni ilyen filmesen, hogy itt átalakul minden. Ja, és ott izé ugrándoznak a gyerekek, nem? Aha. Én kis. Hát jól lenne. Azt a minden. Oh, a kis medence, hát. Nagyon kemény. Vagy lett volna. Vagy volt. Így nézett ki, hát konkrétan szétszették. Fúra szétszették. A vizet is elvitték. A vizet elvitték. Ellopták a vizet. Aha, ja, ugye itt voltak azok a... ezek, hogy ne folyjon ki, tudod. Ja, ja. Van egy csomó baki, amikor rájött meg, aztán beleszakadnak, tudod. Aha. És ugye mivel ez fémből van, na tudod? Aha. Mindenhonnan elvitték majdnem. Mondjuk az a tégla az eléggé illúzió romboló. Na hát, kicsit, ja. És itt kellett belemenni, látod? Itt volt egy ilyen fém lépcső, meg a másik felén is. Nyilván voltak zuhanyzó, meg ez a lábmosó. És ugye erről beszéltem, hogy ez a szénén volt. Fú, bakker. YouTube, látod? Ez egyik urbexesnek a YouTube csatornája szerintem. Grenzbech Behind Earth. Ja. Möge der Saft mit dir sein. Olyan, mint a Hurban Exploding lenne. Hurban. Te? Most mondod, hogy ilyen videók vannak, erre te lépsz arra. Csobbanok egyet, igen? Konkrétan ez az alja. Ilyen köves. Slomó. Csobbansz egyet? Csobbansz? Majd mindjárt. Jó, csinálsz egy ilyen nagy totát? Spásztázok. Jó, mondjuk a te kamerád az eléggé gigalátószögben van, tehát igazából pásztázni se kell. Itt is égettek, látod? Ja, látszik. Aha. Hát ilyen volt az úszoda szerint, de nem tudom, hogy ott jött. Itt néztél be, nem? Nem itt néztél be? Hallod? Itt néztél be? Lehet. Szerintem... szerintem de. Ja. Itt is van egy létre lent. Kellemes úszoda rész. Nem is volt annyira mély. Itt néztél be? Hát, ezt láttad? Tudja. Nem ezt láttam, nem. Végig azt a csövet. Vagy hát nem csövet ilyen. Akkor másik felé. Vagy ilyen alagútat látta? Ilyen alagút, ja. Mm. Akkor nem tudom. Ez rejtély marad. Jó, mehetünk tovább szerintem. Nyugodtan. Viszont aksit majd cserélem kell. Majd lehet csinálni egy képet Facebookra. Jaj. Felfedezünk. Minden nap urbex. Every day I'm urbexing. Na gyerekek, kicsit pihenünk, aksit cserélünk, azt megyünk tovább. Na gyerekek, aksit cseréltünk, a többiek is ideértek, csináltok jó fényképet? Csináltok jó fényképeket? Csinált. Még mást is, de a képek a lényeg. Muta. Nem. Na, menjünk tovább gyerekek. Mit szóltak hozzá? Az összes üvegben van tőle. Arra fel nem mentünk még el. Szerintem ott WC-k vannak. Vagy, amire én tippelek, hogy volt szauna. Szerinted volt szauna? Szerintem itt nem. Nem. Szerintem itt nem volt. Öltöző. De itt az. Aha. Aha. Fülde meg WC. Ja. Ennyi. Pedig azt hittem, hogy egy ilyen hotelben azért van szauna. Rész. Belefelelős lent volt. Ki tudja. De ez biztos, hogy gyerekmedence volt. Ja. Az látszó. Kis pezsgő fülde. Ja. Ott is az zuhanyzók voltak, igen. Aha. Az a zuhanyzók. Jó.
akkor tovább menetelve a végtelenbe. Mondjuk erre felben nem mentünk el. Milyen fém íróasztal. Szerintem itt nem igazán az sok minden, konkrétan semmi. Aha, zuhanyzog itt is. Zuhanyzog, csak zuhanyzog. Hú, eddig milyen? Tök jó, jó. Ja, szerintem is. Jó a hely. Már lehetne mondjuk kicsit több tudsz, meg ne lenne annyira kifosztva. De összességében ez a kialakítás, hogy így építettek ide egy ilyen uszodát. Ezzel a folyosóval tök jó. Hasonló folyosó volt abban a kórházban. Most olyan nem készült kórházba, ugye? Nem még szerve? Csak ugye nem volt meg az üveg része. Majd azt is láthatjátok. Ez az a szárny, ugye, amiről beszéltem. Jobban látszódik. És oda fogunk felmenni. Hogyha sikerül, remélem sikerül. Keresünk egy lépcsőt, amin felmegyünk. Vasajtó. Ja, elég nehéz. Na, itt felmegyünk szépen. Óvatosan. Lehet, hogy egy emeletet kihagyunk, mert igazából ugyanaz, nem? Ja. De hagyjunk ki. Max gyorsan körbe. Figyelj. Aha. Még két emelet van a felső szint előtt, ez meg még egy. A liftet azért jó szétcseszték, hallod? Azt kapjátok ki. Remélem most nem rángatom annyira össze-vissza a kamerát. Szobák. De mit jöttem? Én is, de majd húzom magad után. Nincs egy túl ismérő ebben a kamerában. És itt van. Szerintem ez a tűzlépcső akart lenni. Ja, olyan, mint valaki lépedett volna. Hello! Mit üzgel, Umen? Enges losz. Aha, ez az új szárny. Nézd meg! Na, ez meg elég egyben van. Gyerekek. Nézd meg, ide mi volt kiírva? Hú. Hát. Hú. Bár nem tudom. Ahhoz képest itt elég vékonyak a falak. Ugye ez más téblából is készült, ilyen is elég gyenge, ahogy látom. Jaj. Új épület szárnyban. Ugyanazok a szobák, ugyanúgy néznek ki. WC, beépített szekrény, két ágy. Egyébben nézzünk be. Aha. Ez egy ágyas volt lehet. Na, itt legalább van a fürdő. Egybe? Aha, itt van külön fürdője. Új szárny. Na, új szárny, új kialakítás. De szerintem ez egy ágyas volt, nem? Vagy kettő volt itt? Hát... Elfelejtett két ágy. Hát nem, azért szerintem ez a vas ágy. Viszont a nyílás záró, gyerekek. Ez már innen látom, hogy ez tökéletesen működik, látod? Kinyiss. Nagyon kemény. Egy ilyen manapság több tízezer. Onnan jöttünk, aha. Onnan jöttünk. És milyen jó csönd van, gyerekek. Igazi szanatórium feeling. Jaj. Tök jó. Jaj. Becsukom, mert szellőzünk. Működik? Működik. Tök jó, ez nem semmi. Nyilván az árak azok fullosak. Hát ez a új szárny, ez konkrétan, ez nagyon durva. Ez elég egybe van. Hát, az ajtókat meg az éreket leszámítva. Papírajtók. Hát papírajtók, jó.
Ezek nem pénzek, annyira pénz, látod? Olyan kerekek ezek az utcok. Ezek ilyen bútor darabok. Nagyon találni akarsz. Itt is, itt nagyobb fürdő volt, nézd meg. Radiátor és a régi épület. Nézd meg, ott vannak. Ja, graffiti. Azt mondja, gyermekrajzok vannak ott bent. Látod? Uh-huh. De nem. Csak graffiti. Oda fogunk fölmenni, remélhetőleg. Uszodának a tetején, látjátok? Így néz ki az uszoda. Elég jó. Na, akkor visszafele. A folyosó hol van? Aha. Ott van a folyosó. Az uszodához vezető folyosó. Onnan néztünk át ide az előbb. Tök jó. Igazából van benne fantázia. Csak hát ugye pénz kell hozzá. Viszont itt hajléktalanok éltek. Az látszik. Vagy vannak is. Hát ez baromi komoly. Baromi komoly. Szép. Hallod? Valakik vannak ott. Hát szerintem baromi jó. Kilátásra rossz egyébként. Nagyon-nagyon jó. Tudjátok, minek tudnám elképzelni? Tippelj. Ezt? Ha? Ezt az épületet. Na? Idősek otthona. Ja. Hát tök nyugalom, basszus. Nem? Hát ez tök idősek otthona feeling. Teljesen konkrét. Nézd meg, milyen kilátás van fenn a hegyek. Baromi jó. Na, menjünk tovább. Én átmásztam amúgy. Ja, gondoltam. Itt néltek a hajlékonyak. Ahogy látom. Na. Menjünk fölfele. Ja, itt akartam fölmenni. Nem tudok. Ennek volt ilyen hangja. Jaj. Arra fel sem elmenjünk, szerinted? Eléggé be van zárva, úgyhogy biztos jó hely lehet. Hát, gyere. Az kemény. Az egész téglafalat kiszedték az ajtóban. Ha nem tudták kinyitni. Aha, kirángatták. Basszus. Nem, mintha valami olyan orbitálisan nagy érdekesség lehetett benne. Biztos. Itt egy kicsit meg van emelve a szint. Itt lehet valahol alattunk a... Ezt már hagytuk. Azt már hagytuk, jaj. A hidat. Vaságyak. A bútor darabok. Azokból elég sokat találni. Ezt kap ki, nézd meg. Vérrel felírták. Ez az állatnak a vére lehet, amiről beszéltem. Fuck you all. Mégis lámpa látod. Uh-huh. Ott meg a kép, még ott van, mit akarsz. Mégis világos kép szembe. Akasztunk. Itt meg vérrel mindenki bassza meg. Ja. Nagyon lejáró. Nagyon horrorisztikus éjszaka. De most is amúgy. Itt van ugye ez a épület másik felén lévő lépcsőház. Nem tudom, hogy ebben lehet, hogy festék van.
Itt meg ilyen tök szőnyeges. Hát figyelj, lehet. Igazából ez legenda. Az, hogy egy nő kutyákat tartott, itt valami 80 kutyát, vagy 80 állatot, vagy valami hasonlót olvastam, az igaz. De az, hogy hogy ezekkel az állatokkal lett-e valami, nem tudom. Hol volt a híd? Nem? Ah, itt is látszódik el, hogy? Yeah. Ugye egyel alatt itt mentünk ki. Itt van. Hát tetején ki is tud menni, hát ott. Ki is másztak itt, ott a graffitisztek. Lift nyílik. Aha. Pácsolj, de ne fáradj. Jó. Gyakorlom. Jaj. Tudom, nehogy akkora lendülettel menjen. Ott vannak a súlyok, látod? Betondarabok. Vannak fenn. Ja, többiek. Hallottam, mocorognak. Motorgók. Innen milyen jó látékszik oda. Örök zöldek között. Ez a fenyőerdő az annyira feelinges szerintem. Főleg így télen. Jaja. A vastály. Föl kellene mindent díszíteni. Úgyis mindjárt karácsony. Nácik nem mehetnek be. Hora kereszt áthúzva. Akkor kimaradsz? Kicsit. Az. Milyen jó hangja van. Még egy kis úszodat. Akkor például ugyanolyan szintek vannak, tehát nem fogunk találni újdonságot, mert a kilátást is inkább akkor akarom nem mutatni, amikor felérünk. Ennyi. Ez másik részre is elnézhetünk. Mint valami katonák masíroznának. Fel vannak a többiek. Nézd meg, az új szárny. Eléggé basszus, mint amit használnák. Az új szárnyban ilyen kicsit kiebdülleszkedik ez az egyik szoba, látod? Így nagyobbították meg a belterét, tök jó. Ilyen a többben nincsen szerintem, csak az új szárnyban. És ugye ugyanaz, folyosó erre, folyosó arra. Nem tudom, érdemes erre még elsőt? Várj, itt hosszabb folyosó van. Ilyen nem volt itt, ugye? Dehogy nem, mert itt kameráztunk át a... Itt mondtad, mint hogy a gyerek nem megszem, ilyen kanyarra volt itt, ilyen kanyar. Hát máshogy van, akkor ezt kialakítva, de igen. Van. Ilyen kanyarra nem megszem. Ez bemenjünk a legvégére, akkor... Kinézel az ablakon, és akkor itt látod igazából ugyanazt, amit egy a alakban. Ja. Zsír. Itt is fel lehet menni, felmenni. Van anyád. Be, jó, hogy. Na, akkor legalább te visszavenni. Ez jó. Na, ez újdonság. Radiátor a semmiben. Úsz oda. Na így most már jobban látszódik, ott is egy út megy arra fele. Úsz oda fele. De durva. Jó? Aha. Aha, és akkor feljöttük a legfelső szintre. Akadálypályás. Ez mi ez?
Nézd meg, eredeti. Ez nagyon komoly. Made in Austria. Ezek mit csinálnak? Na. Rongál. Csendesen. Ez a legfelső szint? Uh-huh. Nincs még egy? Jó, akkor itt megyünk ki az erkére, majd valahol jobb felén kéne, majd kinézek. Nem is tudom, most hol vagyunk hirtelen. A legszériában. Basszus, nem tudom kinyitni. Aha, igen. El kell mennünk az épület másik felé. Én is néztem. Ha? Én is azt néztem. Mit? Fel a tetőre. A legszélső erkély, hogyha jól... Ez volt a kérdés, hogy hangos? Igen. Ja. Bocs. Vasajtó. Már néha, hadd nézzek ide ki. Ki van bontva a fal, bakker. Aha. Oda kéne elmennünk. Oda. Megvan. A legszélsőbe. Ide is maszkerált. Ja, akkor ezen. Azért volt, azért van itt kitámasztva. Szerintem nem itt, hanem itt. Aha. Zászlódult. Aha. És ezen akarsz te fölmenni? Nem. Itt. Ezen? Itt kell fölmenni a betűre. Oh. Én nem most szakadt le egy csomó hova, amúgy azt hittük, hogy kimászhatok már. Na, elkérem a GoPro-t. Feljössz, nem? Nem. Addig megváltak, vagy digitáltak, vagy megváltak? Hát persze. Nem olyan lesz ez, de inkább ezt lehet, hogy kihagyom. Na gyerekek, fel vagyok a tetőre. Nézz ide, milyen. Kíváncsi vagyok, milyen a tetőn. A harc előtt, nézz ide. Milyen harc előtt? Elég komoly. Jó tapad. Ezt elszóltam. Azt a rohadt élet. Hát ilyen tető, ugye erről beszéltem, hogy maga a kilátás nem annyira jó, mert ugye egy völgyben van benne, viszont ez a kis település közelében van, gyerekek. A feelinge megvan neki. Nagyon. Egy kémény darab. Nem szeretnék arra fel lecsúszni. Villámhárítóhoz nem nyúlunk. Alapszabály. És ugye ez uszoda. Hú, komoly. Ilyen a tető. Végig mehetnék, de igazából minek? Konkrétan újdonságot nem fogok mutatni. Bruce, valaki felvéste a nevét, vagy fel graffitizte a nevét. Ilyen. Itt a kémény. Gyerekek. Kémény bácsi? Kémény Sefre bácsi? Villámhárító. Komoly. Na. Gyerekek. Ennyi szerintem. Úgy érzem meg, mintha egy kommandós. Szellőző. Remélem nem vettek észre, úgyis észrevettek, csak... Ez az itt necces. Hatalmas kiképzett kommandósok vagyunk. Jó volt, jó.
Kilátás, mit mondottam, nem annyira van. Hogy ide figyeltek. Jó volt, jó volt. Hú. Na hát ennyi lett volna a videó erről a szanatóriumról. Remélem tetszett. Sziasztok! Képezés közben. Az komoly. Na, menjünk tovább, gyerekek! Mit szóltak hozzá? Ja, tényleg! Veszi számon? Milyen? Számol? Ja, szám, azt hittem, hogy a szám milyen, mondom, onnak tartom a kamerát. Számol? Számol. Számol. Ja, hogy azt számol. Igen, elég. Ennyi volt a videó, remélem tetszett. Sziasztok! Na, mi ezt még egyszer mondom? Ennyi volt a videó erről a szanatóriumról. Remélem tetszett. Sziasztok! Előbb vinteket fel. Nem, csak majd igazítom. Hogy is nagyon látosz, nem? Ennyi volt a videó erről a szanatóriumról. Tedd vele. Wow. És várj, hadd mondjam el. Lefogyott a szám.